Ezeket be kell mondani. A nyukákat. Covidos lett és mesebeteg. De jó. A legkisebb öcsének volt osztály. Meg a bigyóért, a kis katakumenedért, hogy hívják? Itt megkenti. Ja. Dicsértessék a Jézus Krisztus, akkor most már a mise közvetítés linkjét látjátok, és akkor este 6 órakor kezdődik majd a Szent Mise, addig is továbbra Balázs testvérünk orgonajátéka, lehet, hogy bekúszik az éterbe, készüljetek a Szent Misére. Ez már vasárnapi misének számít. Isten áldjon mindannyiótokat, és nagyon nagy szeretettel fogunk együtt ünnepelni. Helyszínen van még Magony János atya, Kelenvölgy diákónusa. Az az enyém, most már duplát raktál magadra. túl buszkó. János atya két maszkot is magára rakott, nagy megilletődöttségében. De itt vagyunk és veletek vagyunk. Semmi baj nem érhet minket. Rózsaszínban fogjátok látni a Szent Misét, öröm vasárnapját ünnepeljük, ami által az egyház már kifejezi, hogy nagyon-nagyon közel van a mi Úrunk Jézus Krisztus feltámadása. És akkor ebben az örömben köszöntünk mindannyiótokat, találjátok ki, hogy mire szeretnétek felajánlani a Szent Misét, akár kicsi csendet is lehet előtte tartani, hívjátok ide a gyerekeket, rokonokat, szomszédokat, ismerősöket, és ünnepeljük meg együtt az Úr feltámadásának öröm vasárnapját. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Isten áldjon titeket! Lehet valami Balázsom. Valami impro.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Kétszer lehet mondani egy évben, hogy kicsattanó örömmel, nagy örömmel köszöntelek titeket mai napi vasárnapi elő esti misénk ünneplésekor. Igen, ma örvendezés vasárnapja van. Ez nem az adventi örvendezés vasárnapja, hanem a Nagybőjtben lévő, Nagybőjt negyedik vasárnapját szoktuk ennek megülni. Nem sokára közel van a fényes húsvét ünneplése. Ennek a régebbi jelei, amit a mai liturgiában is észleltek, a rózsaszínű miseruha, és ilyenkor megszokott lenni engedve, hogy némnemű virágdíszítés is kerüljön az oltárokra. Ebből most sajnos keveset észleltek, mert tudjátok, hogy furcsa helyzetben vagyunk, de legalább a szívünk legyen virágba mai napi vasárnapunkon, és mindenek előtt felajánlom ezt a szent misét a kelenvölgyi hívekért, az albertfalvi hívekért, és kiemelt módon élő Zsuzsanna testvérünknek az erősödéséért, gyógyulásáért, és azért, hogy az öröm az átjárja a hétköznapjaitokat. Ez az öröm, ez Krisztusnak az öröme természetesen, és ezért fogyhatatlan. Ha erre ráéreztek, akkor onnantól kezdve tulajdonképpen, bár érzitek a szomorúságot, de nem lesz hiányotok semmiben. Méltó módon tudjuk megülni ennek a vasárnapnak minden ajándékát. Nézzünk önmagunkba, és bánjunk meg bűneinket. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk, a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus kegyelmez, Krisztus kegyelmez, Krisztus kegyelmez. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz. Könyörögjünk. Istenünk, te szent fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által csodálatos módon magadhoz békítetted az emberiséget. Engedd kérünk, hogy keresztény néped készséges önátadással és élő hittel készüljön a közelgő ünnepekre, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké. Ámen. Olvasmány a Krónikák második könyvéből. Cidkijának, Júda utolsó királyának napjaiban nem csak a nép, hanem a papok összes előjárói is sok-sok hűtlenséget követtek el, utánozva a nemzetek valamennyi iszonyatos dolgát. Megszentségtelenítették az Úr templomát, amelyet pedig ő tett szentté Jeruzsálemben. Az Úr atyáik Istene követei által még jókor és ismételten elküldte hozzájuk figyelmeztetéseit.
kímélni akart a népét és a maga lakóhelyét. De ők kigúnyolták Isten követeit, megvetették üzeneteit, és kinevették prófétáit. Végül az Úr haragja visszavonhatatlanul népére zúdult. Ellenségeik a templomot felgyújtották, Jeruzsálem falait lerombolták, valamennyi palotáját és minden drágaságát elhambasztották, és teljesen elpusztították. Aki a karttól megmenekült, az fogságba került Babilonba. Szolgái lettek a királynak és utódainak, míg uralomra nem jutott a perzsa királyság. Így teljesedett be az Úrnak Jeremiás proféta által mondott szava. Pusztaság lesz az ország, és nyugodni fog 70 esztendeig, míg egy nyugalom által elégtételt nem szolgáltat a megszentségtelenített szombatokért. Az Úr teljesíteni akarta Jeremiás proféta által mondott szavát. Azért Kürosznak, a perzsák királyának első évében fölébresztette Kürosznak, a perzsák királyának lelkét. Ő a következő felhívást intézte egész birodalmához, mégpedig írásban is. Így szól Kürosz, a perzsa király. Az Úr, az égistene nekem adta a föld minden országát. Ő megparancsolta, hogy templomot építsek neki a Júdában fekvő Jeruzsálemben. Aki közületek az ő népéhez tartozik, legyen azzal az ő istene, és térjen haza. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Szent lecke Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim! A végtelenül irgalmas Isten
azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk, hogy Krisztussal életre keltett minket is, bűneinkben miatt halottakat. Így kegyelméből kaptátok az üdvösséget. Feltámasztott minket, és Krisztus Jézusban a mennyeiek közé helyezett, hogy az eljövendő korokban Jézus Krisztusban kinyilvánítsa kegyelmének túláradó bőségét irántunk való jóságából. Kegyelemből részesültetek az üdvösségben a hit által. Ez tehát nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka. Nem tetteiteknek köszönhetitek, hogy senki se dicsekedhessék. Az ő alkotása vagyunk. Krisztus Jézusban jó tettekre teremtett minket, ezeket Isten előre elrendelte, hogy bennük éljünk. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak. Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az emberfiát is, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet mond magára, mert nem hitt Isten egyszülött fiában. Az ítélet ez. A világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, nehogy napvilágra kerüljenek vétkei. Aki azonban az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hagy nyilvánuljanak ki tettei, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Ezek az evangélium igéi. Dicsértessék a Jézus Krisztus, szervusztok, hoztam magammal ezt az embert itt. Ő Henrik testvér, Henrik atya, én meg Zoli atya vagyok, ismertek mind a kettőnket. Nagyon fontos, hogy most lássatok minket. Mind a ketten abszolút emberek vagyunk, nem kell félni, tehát ugyanolyanok, mint ti, teljesen sok szempontból, de a mai evangéliumnek van egy szíve közepe, és ennek mi a megjelenítői vagyunk. Henrik atya is Jézus, és én is Jézus. Most aztán kapaszkodhattok, hogy mi a bajom, és mit akarok ebben kifejezni, de akarom, hogy lássatok minket húsvér testvéretekként, azért hoztam ide, és itt ölelgetem szegényemet, lehet, hogy nagy zavarban van, de mindjárt oldom a feszültségét, amikor hátra mehet. Köszönöm, Henrik testvér, hogy idejöttél. Figyeltetek, hogy miről volt szó. Úgy szerette Isten a világot, hogy fiát Jézus Krisztust a világba küldte, egyszülött fiát adta érte, Jézus Krisztust adta érte. És ez itt a mai napi, nem csak a mai napi evangéliumnak, de hát mondhatom ezt nyugodtan? Mondhatom. Talán mind a négy evangéliumnak a legeslegközepe. Örömvasárnapja van ráadásul, és Jézus Krisztusról
ekkora erős tanúságtétel a Bibliában leírt módon nem hangzik el máskor, mint a mai napon. Isten úgy szerette a világot, hogy fiát, Jézus Krisztust a világba küldte mindenkinek. És nem az evangéliumról szeretnék beszélni, azt mondhatjátok, hogy kihúzom magamat a prédikációnak a dolga alól. Egy másik dologról szeretnék beszélni, erről a Jézus Krisztusról szeretnék beszélni, hogy elküldte Isten ezt a Jézus Krisztust a világba, és hogyan van nektek is kézzel foghatóan jelen. Azért hoztam ide a Henrik atyát is magam mellé, meg én is ott álltam mellette, hogy lássátok, ha tetszik, ha nem. Tehát ezt hozzá szeretném tenni. Ha tetszik, ha nem, itt legalábbis Albertfalván és Kelembölgyben rajtunk keresztül küldte mennyei atya Jézus Krisztust a világba. És tartja fenn mind a mai napig, én veletek vagyok minden nap a világ végéig, hát ez van. Ez van. Bocsássatok meg, hogy nevetek, talán bele is fér az öröm vasárnapján, de tényleg így van. Kiválasztott minket ezeket a szolgáikat, nem az érdemeink alapján, hogy Szent Pál fogalmazott, egész pontos leszek, kegyelemből. Részesültetek ebben az üdvösségben a hitáltal. Tehát nem a magatok érdeme, hanem Istennek ajándéka. Istennek ajándéka egyrészt nekünk papoknak, mi pedig testvérek, ha tetszik, ha nem, ismét hozzáteszem, mi vagyunk számotokra itt az ajándék. Miért? Az egészet vissza tudom vezetni egy erős kísértésemre, amit a fiatal papságomban érzek. De szerintem az öreg papok is érzik, úgyhogy ebből a szempontból nincsen különbség. Most kulissza titkok következnek, amire oly sokszor éhesek szoktatok lenni. Elmondok nektek egy nagyon fontos dolgot, és innentől kezdve vigyázzatok, mert meghalljátok ezt a szívbeli belső dolgot, és az imáitokat is kérem. A következő. A sátán, a gonosz lélek velünk kapcsolatban, papokkal, áldozó papokkal kapcsolatban csak egyetlen dologra törekszik. Egyetlen egy dolog számít neki. Nem az, hogy nekem milyen az életem, mennyire erkölcsös, hova járok félre, mennyit iszom, hogyan beszélek, kit botránkoztatok meg, furcsa vagyok-e vagy nem, ilyen vagyok-e vagy olyan, nem számít. Nem számít. Még az se, hogy mi a véleménye az embereknek rólam, vagy a püspöknek, az meg végképp nem érdekli. Tudjátok, mit érdekel? Mi érdekli őt? Egyetlen egy dolog. Hogy kimozdítson engem az evangéliumi állapotból, hogy én a Jézus Krisztust adjam az embereknek. Azért harcol, teljes pontvonalon. Azt akarja elérni, hogy én, meg a Henrik atya, ne mondjam ki soha többé, holnap már ne mondjam ki a szót, hogy ez az én testem, mely értetek adatik, ez az én vérem, mely értetek kiontatik. Ez számít neki. Miért? Nem azért, mert az Olika okos, a Henrik atya meg szépen prédikel. Frászt. Azért, mert addig tapasztalható, valóságos, jelenvaló módon jelen van a Jézus Krisztus. Itt. És ha mi a legrosszabb papok lennénk a Földön, akik egész nap otthon aludnánk, és nem csinálnánk semmit, és nem prédikálnánk, stb., de a misénket megtartanánk, és a tabernákulumba világítan az örök mécs, meg lenne az esélye az embereknek az üdvösségre, mert jelen van a Jézus Krisztus. Jelen van az a Jézus Krisztus, akit elküldött az Atya, az egyszülött fiú, akit nekünk adott, és aki itt van a világ végezetéig. Ez a mai napi evangéliumnak a közepe. Tehát akármilyen papot láttok vidéken, tudom, hogy minket nagyon szerettek, Isten bocsássa meg, hogy ezt így megvallom előttetek, mert tudom, tehát nekem is, Henrik atyának, és akkor a rajongó táborunk, hogy az már minket hoz zavarba nagyon sokszor, és talán még terhes is. De a ti kis faluitokba otthon, akik nem itt vagytok velünk, látjátok az Atyát, akármilyen is, de kimondja a szót, ez az én testem, ez az én vérem, hozza nektek az Urat. És ebből akar minket elmozdítani a gonosz. Tehát, gyakorlatira fordítva a mai napi evangéliumot, hogyha ennek az üdvösség művének tovább folytatói, vagy legalábbis támogatói szeretnétek lenni, akkor ezért kérem az imáitokat, hogy nehogy ebből kimozdítson minket. Mert akkor elveszítjük az Urat a világba, a
akit nekünk ide küldött. Kántor uraméknál voltam a délután, Bene Balázséknál, akinek a orgonajátéket halljátok. És nagyon erősen meg vagyunk támogatva azért. Figyeljetek az oltalmazó Szentlélek minden sugalmazására. Megkaptuk a fiút az oltári szentségben, az atya folyamatosan küldi, de Krisztus feltámadása, sőt mennybe menetele után megkaptuk a lelket is. Ő vezet minket. Tehát ha ráhallgattok, marad a fiú. Ha marad a fiú, itt van az atya, és itt van a teljes háromság, és akkor már mi, papok is, és veletek együtt a hívek is, tudjuk vinni, hordozni az üdvösség művét. És onnantól kezdve, hogyha értitek, nekünk már nem erkölcsi elszámolás, a tanítás, fenntartása, meg ezek lesznek az első rangú dolgaink, hanem az Úrnak a felmutatása, amely által érintkezve az összes többi kifejlődik. Nekünk biztosítani kell az őrlángot. Sőt, egyre inkább úgy látszik, hogy az őrláng szerepe a feladatunk a világban. Most nem a katolikus egyház nagy korszakait éljük. Ez tény. Hát nem olyan polókat látunk és olyan reklámokat, amik ezt mozdítják elő, nem a nagy katedrális építések korszaka van, de ha látszólag a társadalmakban nem is ez a fontos, mi az ősforrást adjuk. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. És aki benne hisz, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ez már a ti döntésetek. Mi megadjuk ennek a lehetőségét. Amen. Jézus életem, erőm, békém, Jézus társam, örömöm, benned bízom, te vagy az Úr, már nincs mit félnem, mert bennem élsz, már nincs mit félnem, mert bennem élsz. Jézus életem, erőm, békém, Jézus társam, örömöm, benned bízom, te vagy az Úr, már nincs mit félnem, mert bennem élsz, már nincs mit félnem, mert bennem élsz. Jézus életem, erőm, békém, Jézus társam, örömöm, benned bízom, te vagy az Úr, már nincs mit félnem, mert bennem élsz, már nincs mit félnem, mert bennem élsz. Mindnyájunk megerősítésére és Isten megvallásáért is most mondjuk el a hiszek egy imádságot. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért, leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint. Fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat. És országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben,
aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Kérjük testvérek Isten kegyelmét, hogy felhagyjunk a sötétség tetteivel, és mindenkor az igazság fényében járjunk. Engedd, Urunk, hogy híveid jócselekedetekkel tanúsítsák, hogy ők a világosság fiai. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hadd, hogy Szentatyánk Ferenc pápa és püspökeink tanítása a világosság útján vezesse egyházadat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy a nemzetek akaratod szerint igazságos békében éljenek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy a nagybőti bűnbánatban megtisztuljon bűneinktől, és minden tettünket a szeretet irányítsa. Kérünk téged, hallgass meg minket. Egyesíts plébániánk bűnbánatban megjult népét a Szent Misa áldozat szeretet közösségében. Kérünk téged, hallgass meg minket. Ezeken a rózsaszín vasárnapokon különösen imádkozok a papságért, engedjétek ezt meg nekünk, és ezért kerekítettem ide a prédikáció szövegét is. Akármilyenek is vagyunk, önmagunk szemében, a világ szemében, és talán még azt is mondhatom, hogy az Isten szemében mi vagyunk az Úr papjai, akik nektek adjuk az Urat. Nekünk ez sokszor nagyon nagy öröm, de legalább akkora teher is, ennek a kettősségében telnek napjaink. Add meg nekünk, hogy öröm vasárnapján ráébrezzünk hivatásunk fontosságára, az Úr Krisztustól hagyományozott szent cselekmény és jelen valóság biztos kötelességére. Mennyei Atyánk, segíts minket kegyelmeddel, hogy nagybőjti bűnbánatunkban teljesen megtisztuljunk papok és hívek, és a világosság fiai lehessünk Krisztus, ami Urunk által. Amen. Imádkozzunk együtt, testvérek, hogy közös áldozatunk kedves legyen, ami Urunk Istenünk színe előtt. Fogadjál az kezünkben áldozat. Nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentegyház javára. Örömmel ajánljuk föl neked, Istenünk áldozatunkat, hogy az örök élet kenyere legyen belőle. Kérve kérünk, segíts minket, hogy hívő tisztelettel vegyük körül, és méltóképpen mutassuk be a világ üdvösségére. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel, emeljük föl szívünket, fölemeltük az Úrhoz, adjunk hálát Urunk, aki Istenünknek, méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked,
mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Te gyermekeid lelki tisztulására üdvös időt rendeltél, hogy szabaddá váljanak minden bűnös vágytól, és úgy használják a mulandó javakat, hogy többre tartsák az örök élet kincseit. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istenem. Dicsőséget betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban, áldott aki jön az Úr nevében. Hozsanna valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek! És igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, haláladat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk néked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára. Ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegye minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat
és Péter püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk, jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhúj testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és Isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünk add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és segíts minket kísértésben, de szabadíts meg a szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Ne a vétkeinket nézd, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen közöttünk mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, ím aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok én.
Krisztus teste és vére őrizzen meg mindnyájunkat az örök életre. Uram Jézus, most nem tudlak téged itt a templomban magamhoz venni, de jöjj legalább lelki módon a szívembe, és adj nekem mindeneket átjáró éjséget, hogy ahogy lehetőségem és módom nyílik rá, eljöjjek a templomba, vagy hívjam az atyát, hogy áldoztasson meg engem, hogy veled éljek, mert te itt vagy közöttünk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy nekünk tégedet adott, mi érettünk. Amen. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, te megvilágosítasz minden embert, aki erre a világra születik. Kérjük, ragyogja be szívünket kegyelmed fénye, hogy mindig úgy gondoljunk, ahogyan hozzád méltó fölségednek kedves, és őszintén szeressünk téged, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Nem sokára jönnek a hirdetéseink, amiket Herrik atya fog felolvasni, utána majd még mondok én is néhány szót. Kedves testvérem, ez most a Kelenvölgyieket érintő hirdetés sor elsődlegesen. Kelenvölgyi templomunk továbbra is a héten kedden reggel 7-től 8-ig, és pénteken délután 4-től 5-ig nyitva lesz. Az első padokban ezen időtartamban fűtést biztosítunk. A szentmiséket a november óta már megszokott online módon közvetítjük este 6-tól, felváltva a Kelenvölgy, illetve az Albertfalvi templomokból zárt ajtó mögött. Úgy a hétköznapi, mint pedig a vasárnapi szentmiség később visszanézhetők a honlapon, a YouTube csatornán és a Facebookon. Egyelőre a vasárnapi rendkívüli áldoztatásról is le kell mondjunk, újra a lelki áldozás lehetőségével kell élnünk, amíg újabb főpásztori rendelkezés nem érkezik. Az iroda is csökkentett időben van nyitva, keddenként 9-től 11-ig és csütörtökönként délután 4-től 6-ig. A megadott időpontokon kívüli időben is próbálkozhatunk, de folyamatos és biztos elérhető ügyeletet a megadott időpontokon kívül nem tudunk biztosítani. Jó lehet, a szentmisékkel az online térbe húzódunk vissza, ettől függetlenül telefonon, irodaidőben kérhetünk mise szándékot, és az erre szánt adományokat utalással vagy megbeszélés alapján másképpen is rendezni tudjuk. Az, hogy mindenki otthon szenteli meg az úrnapját, azt is jelenti, hogy egyházközségnek szánt persei adományaitok többnyire átutalással tudjuk csak fogadni. Közösségünkért érzett felelősségetekre appellálva tisztelettel kérünk benneteket, ne feledkezzetek meg anyagilag támogatni templomunkat.
plébánia számlaszámát a honlapról leolvashatjuk. Kérjük, írjátok oda a megjegyzés rovatba, hogy az adomány milyen célra szól, például persei vagy egyházi hozzájárulás, esetleg szentmise, de ahhoz írjátok hozzá a pontos dátumot is. Mikorra kértétek a szentmisét. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy kedden, csütörtökön az esti 6-os online szentmiség után igyekszünk a templom előtt sétálva gyónási lehetőséget biztosítani azoknak, akik fél hétre a templom elé jönnek. Kérjük, hogy szigorúan a bűnök felsorolására szorítkozunk, lelki kérdéseinket inkább későbbre halasszuk, esetleg telefonon tegyük fel. A gyónás alatt is ügyeljünk a 1,5 méteres távolságra. Ezen felül szabad telefonon egyeztetett időben is jönni. A járvány miatt a közösen végzett keresztúti alkalmak sajnos elmaradnak. A tavaly összeállított online keresztutat elérhetővé tettük a honlapunk kezdő oldalán. Készüljünk így együtt a feltámadás ünneplésére. Herik atya itt felolvasta nektek az előbb a egyházközség támogatásának lehetőségét. Én ezt sokkal képlékenyebb módon szeretném nektek tálalni. Tudom, hogy sokan itt vagytok az egyházközségben, látom például Ágotát is, innen kellemünk vagy be, aki az egyik főszervező és sokat tud, de úgy, hogy vannak Albertfalváról is. Azt kérem most nektek, hogy itt a komment mezőbe, amit mindig görgettek, tehát ahol írjátok a szándékaitokat, meg az együtt imádkozást, meg a visszajelzéseket a mise alatt, oda egy Albertfalvi testvérünk linkelje be, kérlek titeket, akár nyugodtan, bátran most, az Albertfalvi Egyházközségnek a számlaszámát, elérhetőségét, amin keresztül tudtok támogatni, és kérek egy kelembölgyi testvért is, hogy ő is a komment mezőbe ez bátran írja be, sőt, ti magatok is csinálhattok ilyen megosztásokat, linkeket a saját Facebook oldalatokon, ahol jelzitek ezt a lehetőséget. És akkor nem is lesz annyira ilyen papszerű, hogy itt a papok koldulnak, hanem a testvérek jelzik egymásnak ezt az igényt. Ebben nagyon köszönöm a segítségeteket. Másik kicsit meg a mai prédikációval kapcsolatos. Én arra kérlek titeket, hogy tényleg sokfélék vagyunk, és rengeteg hibáink is vannak, ezt nem tagadom. Tehát sokszor beleesünk olyan dolgokba, mi papok, amiben nem kéne. Viszont, amit a világ nem hangsúlyoz, csak általában a vétkeinket, meg a hibájainkat, amellett én szeretném ezt most hangsúlyossá tenni, és erre most fórum van, és lehetőség van, és érzem, hogy ezt meg kell tennem, hogy nagyon kevesen vagyunk, és egy kiszolgáltatott társaságról van szó. Itt is a mi egyházmegyénkben alig 100 fölött van már pap. 105-6. És tudom, hogy ti is szívesen botránkoztok, Isten bocsássa meg, hogyha valami hír felpattan valamelyik internetes újságba is, azon azt én nagyon magatoknak érzitek, szoktam veletek beszélgetni, de ne ez vezessen titeket, jó? Tehát ne a megbotránkozás vezessen titeket, mert nagyon kiélezetten mondom, még a legbűnösebb paptársunk is. És ha jogos is a bűne, tényleg, akkor is ő adja nektek a Krisztust. Ha kinyírjuk a papjainkat és ráfekszünk a világnak erre a sinnyére, nem lesz, aki az áldozatot bemutassa. Hát most hagyok csöndet, hogy érkezzen meg a lelketekbe, nem lesz. Ilyen módon inkább nem botránkozókat szeretnék köztetek látni, hanem támogatókat és imaharcosokat, akik által megerősödik. Megerősödik a papságunk, kevésbé hallgat a bűnre, nem tartja alternatívának Krisztus mellett a szenvedélyeket, a kicsapongást, a hajlamainak a kiélését, hanem az Úrra koncentrál. Így fogjátok meg, kérlek titeket, ha már ilyen internetes hatalmunk van. A mai napot, a mai kérésünket, és pap szájából hallottátok, nem pedig valami hipster srác rosszat álmodott, és 3-4 internetes újságban nagyon nagy ívvel megírta a dolgait. Tehát ellenpontot szeretnék most tenni. Kérlek titeket, hogy legyen érzékenységünk egymás felé, mert együtt vagyunk az Úrnak a megjelenítői ebben a világban, és így válik teljessé az evangélium. Az Úr legyen veletek! Boldogságos Szűz Mária és minden védőszentjeitek közbenjárására. Itt a kelemvölgyi templomban kiemelt módon is Szent Háromságos Egyisten különös kegyelmi kiáradása által. Az összes magyar szentek és boldogok,
A három szent főangyal, kiemelten Szent Mihály és viennai Szent János a papság védőszentjének közbenjárására. Áldjon, őrizzen, oltalmazzon, erősítsen, gyógyítson mindannyiunkat a mindenható Isten, Atya és Fiú és Szentlélek. Amen. János atyát megkérem, hogy jöjjön be közébről, hogy ők is lássák. A szent mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen áldása. Ah.